tegyék a picsába! De kecsi a Sziasztok! Mától újra indul a vlogolás. Azért nem volt eddig videó, mert a telefonom nem volt elég jó. És nem volt tárhely a telefonomon, és nem volt kedvem törölgetni minden, de mától lerendezek mindent, a telefonomon letörlök, és dobálom fel a videókat. A gyerek már 2 hónapos, nagy gyerek, több mint 2 hónapos jön a húsvét, tanítom neki locsolóverseket, ilyen könyveket néz, nagyon szereti. Minden gyereknek ajánlom, főztünk egy kis spagettit, vagyis főztem, élőadásban lehet látni. Nagyon finom, ízletes, itáli módra, nézzétek meg nyugodtan. Most vár rám egy kis takarítás, vagyis nem rám, hanem a babára, mert én nem takarítok. Itt alszik most. Ilyen nagy már. Császtok. Hi everybody, this is Rolly TV as usual. Az előbb felvettem egy 2 perces videót, de vettem ki, töltem, úgyhogy gyors leszek. Elindultam korán reggel. Minden pacekba le volt vasalva a kisfiú inge, minden enyém is, minden. Menjünk a kocsiba, mi történik? Indítom, bum, nem indul a kocsi. Hívom apu, gyere, értem. Jött, bebikáztak a kocsit, beindult, elmentem gyors tankolni. Megint leállt a kocsi, megint hívom aput, apu, gyere, értem. Megint bebikázta a kocsit, utána már elkezdtünk gondolkozni, mert az anyáknak is kellett menni, meg közben hozzájuk is. Úgyhogy gyorsan gondolkoztunk, hogy mi legyen. És arra a döntésre jöttünk, hogy apuval kicseréltem a kocsit, mert ő úgy is ment haza, meg mentem az anyáiknál. Kicseréltük a kocsit, minden jó volt, minden pacek, mert beállunk oda. Bementünk az anyáikhoz. Vettem volna, már mondtam volna a előre meg 7-20 soros versemet. Csinálnám így, erre mi történik? Nincsen nálam a körni. Ennyi. Volt az előbb pont azt mondtam, hogy mi ezekben nem melegített, viszont csak vagánykorunk, mert amúgy víz van benne. Kicsi szénszoros. Úgyhogy anyjaiknál lementem, amikor a gyerekiknek vettem tojás, mindent, hát nem mit csinál, mi történt, itt hallhattam. Mindent itt hallhattam. A hajam azért néz ki így, mert mostan volt daljároztatva 1 hónapja, vagy 2, vagy 3. Vagy lehet már kiskoromban, nem emlékszem. Úgyhogy ja, remélem mindenkinek jó telik az ünnepe, már itthon maradunk, nem megyünk ki, be fogunk lenni zárva, már nem megyünk mi sehova. Most már tényleg, csak lehet én szombaton, mert akkor meg füzetet beírni. Úgyhogy, ja, le vagyis rap szöveget írni. Na, remélem mindenkinek jó telt a húsvétja, maradjatok otthon, itt vannak a sok tojók. Úgyhogy, ja, teljen mindenkinek a jó a húsvétja, gyorsan elmondtam, remélem érzedek, ha nem, akkor comment below. Már nem merek fingani, mert az ember a saját fingjába se bízhat. Dórogtat egy kettőtől szalad a fürdőkádba mosni ki a... Te miért nem nevetsz? Ja, mert veled már megtörtént. Igaz, azért nem nevetek, mert előfordul. Ügyéskedik. Na, jó van, kellemes húsvétot, mondjál valamit. Oké, és akkor semmit, szia. Sziasztok, már megy a videó, most van a fürdés. Idő az Adelinónak, úgyhogy most előkészülök neki, van neki egy ilyen valami csodája, ami jó a fürdőkádban, de viszont valamelyik este fürdött az apukájával, és igazából nem a legjobb, mert még nagyon nem való neki, úgyhogy ő ebbe fog fürdeni, ebbe a kádba, meg ebbe a szivacsba. Ez amúgy nagyon kis hasznos dolog, mert puha, és ha kevés vizet teszünk a kádjába, akkor bele tud feküdni. Úgyhogy most ki fogom öblíteni azért a kádját. Jó, meleg népe. Már igazából ebben csak öblítik meg minden, de hát biztos, ami biztos, azért én ki szoktam neki öblíteni. Azért, mert nem tudom, én beleszállítok valami porok, vagy nem tudom. Szóval valami kis bőr.
bőrére menjen. Ennyi, két másodperc igazából. Ezt a szivacsot pedig rendszeresen szoktam mosni, mert hát azért csak szivacs. És ez be tud büdösödni igazából, mert sajnos nincsen radiátorunk. És nem tudom rátenni. És ezért beszokott egy kicsit büdösödni. Szóval... ezt kiszoktam mosni. Közben elnézést megigazítom magam, mert hát... értitek. Fürdé valaki hív. Hát most bocsi. A fürdéshez ezt a tusfürdőt szoktuk neki használni, ezt nagyon szeretem. Hajsampon, az pedig egy Dove Baby baba sampon, ezt is nagyon szeretem. Nagyon jó illata van. Bár neki elég hosszú a haja, és igazából lefürdetjük, és pár óra múlva kis büdike lesz a haja. Még ezt is szoktam neki használni, ez ilyen kis locsolgató a testét, hajsampon. Ennyi először is, és most elmegyünk, választunk neki pizsikét. Igazából imádom öltöztetni, de most, hogy van ez a karantén, így nem nagyon járunk boltokba. Ruhaboltok ugye meg be vannak zárva, viszont azért nagyobb boltok, ott Tesco, Asda, ott vannak ruhák. Viszont én nem kockáztatom meg azt, hogy ruhákért menjek, szóval elég sok ruháját most kinőtte, mert nagyon-nagyon nő. Úgyhogy hát, múltkor vette az apja neki a Tesco-ba egy pár, szerintem 7 ilyen rugdalózót. Egy ilyen bodyt kap éjszakára. Meg most van neki egy nagyon szép új ilyen szekrénye, az nagyon gázas, tudom. Ez a rész meg van neki csinálva, de itt meg igazából nem tudok mit kezdeni, mert nem tudom, hogy hol van. Mert igazából mindig feltúrom, mert egy pár, hát megmondom az őszintét, olyan 2 hetente talán megszoktam, összeszoktam neki hajtogatni a ruháit, de igazából utána fel is túrom. Úgyhogy sokat nem érek el vele. És beteszlek titeket a szekrénybe. Tehát nekifutunk, ez a fény a szörnyű. Ez nagyon kinyúltnak tűnik. Ez... nem látok semmit. 3 hónapos. Korig van. Ő 2,5 hónapos ma. 10 hetes. Igen, 10 hetes, igen. De már 3-tól 6-os hónapos ruhákat kellett neki venni, mert tényleg elég hosszú igazából, nem kövér vagy ilyes, nagyon rossz itt a fény, de hát most nem tudok mit tenni, meg akarom keresni neki az új kis rugdalózóját, amit nem találok, sajnos. Nem tudom, hogy miért nem találom meg neki, pedig nagyon aranyos, ilyen dumbós. Aha, talán ez az. Nem ez az. Jó, oké. Akkor nem tudom, hogy mit fog felvenni. Meg is van, tessék, ez egy új dumbós kis ruha. Majd mindjárt megmutatom, nagyon aranyos. Ezt fogja felvenni az életem. Meg... ugye, mert már fürdés után aludnunk kéne, de igazából elég sokat aludt máma, úgyhogy így kicsit később fog elaludni. Jaj. Itt vagyok. A szoba az katasztrofálisan, meg sem mutatom nektek, nagyon rumlis. Na mindegy. A törölköző körülbelül 3 törölközőt szokott, itt van, használni. Egy fürdéshez, mert jobb beszoktam bugyolálni, nehogy megfázzon. Bár nagyon melegen csinálok, de biztos, ami biztos. Tehát itt van neki a törölközője. Meg egy ilyen kis rongyocska.
törölgetni a testét, még azon felül, hogy van neki az öntögető. Meg ezt a szép rucit fogja felvenni, ez még sose nem volt rajta. Remélem, hogy jó lesz rá. Úgyhogy most megyek, már befűtöttem, most az apja fogja kakilt. Úgyhogy tisztába fogom tenni. Még kicsit vártam, mert mondom, értelmetlen tisztába tegyem. Mert mondom, úgyis fürdettem, és olyan 5 perce bekakilt, mióta eljöttem. Úgyhogy most már megyek, levetkőztetem. Tehát itt van a kis húsvéti asztalunk, amit már 85-ödjére csinálok meg, mert máma kapott a kisfiam új dolgokat. Ahogy látjátok, ez a szép kis kosaracska a Lidliből valós. Tel is tele van csokikkal, nyalókákkal, stb. Stb. Ebbe is teli van, kapott kis oroszlánt, meg egy kis báránykák, azt én kaptam a szerelmemtől, szép virágokat. Ma 10 hetes a fiam, szóval itt gyönyörű fotót fogunk róla készíteni. Sziasztok, itt van az Adelino papa, most nagyon rosszak a fények. Most van kereken, 9 óra 28 perc. Szegénykém nagyon hiszt és kényes, lehet, hogy fáj az inecskéje, hogy látjátok, amúgy be van. Hát most már ki van nyitva a szemed, amúgy tessék, lássék. Nem tud elaludni a húsom, sajnos. Igen, macsom. Na, itt vagyok már fáradtan, most van 21 óra 37, elaludt a kisgyerek. De hát igazából fogja az apja. Úgyhogy nem tudom, hogy ő... Jaj, megfélek bejönni a szobába. Hogy mi van velen, elég nyűgös igazából. Máma mondjuk elég sokat aludt, de az a jöttünk, játszottunk vele. Tehát próbáltam kifárasztani az éjszakára, és csak sírt, és sírt, és sírt, és sírt, és sírt. És tényleg nem tudtam, hogy mi van vele. Nagyon eszi a kezét, nagyon nyázik, olyan szinten nyázik, hogy álmába hát olyan fulladozós hangokat ad ki, mert nagyon sokan nyál, és így visszanyeli, vagy félrenyel, vagy én nem tudom, lehet csórikámmal. Most gyors elmegyek zuhanyozni, már reggel zuhanyoztam, de elmegyek. Mert nem szeretek úgy lefeküdni, hogy nem zuhanyzok. Az egyéb egyszer előfordul, amikor tényleg nagyon fáradt vagyok. De most hoztam magamnak ruhát. Nem tudom, miért nem lehet megnézni ezt. Ezek azt mondják, hogy nagyon fáradt vagyok. Na, sziasztok! Nem tudom, hogy előbb... Mi hány perc jelentkezhettem be, de most már a fürdőben vagyok. De eközben felkelt a gyerek, úgyhogy kimentem, megetettem. Most visszaaludt. Úgyhogy most zuhanyozni fogok. És azért a magyar zónal, hogy senki semmit nem lát. Na mindegy, most már 10 óra van. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor olyan egykor kell felkelnie, de szerintem később fog, már 120-at evett, olyan 2-kor szerintem, hanem 3-kor fog felébredni. Úgyhogy majd később beköszönök, hogyha lesz valami fejlemény. Tehát itt van az Adelino baba, akinek most nagyon jó a kedve. Sajnos a kameránk az nagyon-nagyon rossz, majd próbálunk rajta alakítgatni. Na mondjad, na mondjad, na egész eddig nevetgélt amúgy. Persze kamerák előtt egy kicsit szégyellős. Kicsit szígyellős az életem, itt a rágókája, nézzétek. Amit úgy rendeltem neki az Amazonról, és hogy láthatjátok, egy kicsit szétfőztem.
ez már most le lett mosva. Nézzétek, milyen ügyes. Kell, fiam, vagy most nem? Nem? Szép macom. Nem? Jó, oké. Itt van a szép fiam, 10 hetes. 10 hetes. Én nagy fiam. Szeretlek. Úgyhogy most meg szeretném ragadni az alkalmat és elköszönni. Holnap újra fogjuk felvenni a napunkat. Most már sokkal több mindent fogunk felvenni, és megmutatjuk nektek, hogy éljük meg ezt a karantént, ami belegondolva nekem nem is olyan rossz, ugyanis én már 7 hónapos korom voltam. Igen. Most ilyenkor beszél. 7 hónapos óta. Hopszi Dézi. 7 hónapos korom óta itthon vagyok, szóval nekem annyira nem rossz, meg egy 2,5 hónapos baba mellett szerintem nem lehet unatkozni, ugye? Főleg akinek elkezdett fújni a fogacskája, ugye, szép fiam? Jaj, azok a szép szemeid. Köszönj, te is mondd, sziasztok!